Január 1-én hajnalban született az első baba a Halasi Kórházban. Reginát és édesanyját ma köszöntötte az intézmény vezetése. Tavaly összesen 600 baba született Halason. Ez a kislány az év első babája. 2014-ben a Halasi Kórházban ő látta meg elsőként a napvilágot. Regina január 4-én 4 óra 23 perckor született. Mivel a váltnál korábban jött világra, még inkubátorban van. A sok éves hagyományhoz hűen a kórház vezetése ajándékkal köszöntötte az első babát és édesanyját. Kiskunhalasi Kórház nagyon nagy tisztelettel és örömmel köszöntjük a 2014 első újszülöttjét, meg az édesanyját, Reginát, és kívánjuk, hogy sok boldogsága legyen benne, és még gyakran térjen vissza hozzánk, és csak szülés gratulásával, jó? Köszönöm szépen! Regina édesanyja nem vállalta a nyilvánosságot, viszont megtudtuk tőle, hogy a kislány első baba a családban. Regina egyébként a megye második 2014-es babája, a Kecskeméti Kórházban megelőzte őt egy kisfiú. Noha az elmúlt hónapokban voltak napok a Halasi Kórház szülészetén, amikor szinte teltház volt és minden napra több szülés is jutott, az év utolsó napjaiban nem volt baba dömping. Tavaly összesen 600 csecsemő született Halason. Most az év vége az nem volt nagyon mozgalmas, mert hát mindössze egy baba született az utolsó napon, 31-én, illetőleg hát egy elsején. Azóta nem volt még szülés. És hogyan alakul az év, hogyha nézzük a számokat, statisztikákat? Hát az úgy körülbelül az országos átlagot követi, mert körülbelül 3,5%-kal csökkent a szülésszám az országba. Hát Halason nem egészen 3%, mert a 617, most pontosan 600 lett. A Halasi Kórházban a császáros műtétek a szülések 23,5%-át adják, így itt ezen a téren az országos átlagnál kedvezőbbek az adatok. A terhesség megszakítások száma már évek óta 400 eset körül alakul. A Halasi Kórházban pár hónapja nyílt meg az új szülészet, valamint a csecsemő és koraszülött osztály. Itt már modern körülmények, új műtők és szülőszobák, valamint saját fürdőszobával rendelkező kórtermek állnak a kismamák és kisbabák rendelkezésére. A modern körülményektől, korszerű eszközöktől azt várják, hogy egyre több kismama választja a Halasi Kórházat. Az osztályra még várnak új eszközöket, és az orvosokhoz is érkezik erősítés. Még az új szülőágyak nincsenek meg, az új műtőasztal még nincsen meg, nem érkeztek meg ezek. Betegágyak is úgy tudom, hogy majd vadonatújak lesznek, nem a régiek. Hát majd egy pár hónap múlva gondolom, úgy március, áprilisra már biztos, hogy ezek is megérkeznek, a beszerzés megtörténik, és a végleges belakás is akkor meg fog történni. Új kollega úgy tudom, hogy készül Kiskunhalasra jönni. A pontos időt még nem tudom, az egyik az talán február folyamán, a többiekkel pedig tárgyalás folyik, hogy mikor és hogyan. Még kettő ember ezen kívül, ami hát nagyon nagy szükség lenne rá, hogy jöjjenek a fiatalok. De hát ebben nem csak az osztály, nem csak a kórház, hanem sajnos a városnak is nagyon sok beleszólása van, hogy hogyan és mivel lehet ide csábítani fiatalokat, diplomásokat Kiskunhalasra. A téli szünetben is teljes kapacitással működik a Fazekas iskola tornacsarnoka. Az iskola tornászai és a Halasi Fitness Egyesület versenyzői naponta gyakorolnak a tavaszi idényre készülődve. Az ünnepek alatt két magyar származású amerikai tornász is így gyakorol, Tóth Péter irányításával. Az idén szokatlanul hosszúra nyúlt téli szünetet kihasználva folyamatosan zajlanak az edzések a Fazekas iskola sportcsarnokában. A halasiak mellett ezúttal két amerikai fiatalember is együtt készül a helyi legjobbakkal. Több mint 20 éve élünk kint Amerikában, több helyen is megfordultunk a keleti-nyugati parton. Az utóbbi 6 évet Louisianában töltöttük, most is ott lakunk. Én a Louisianai Állami Egyetem Shreveporti kampuszának vezetem a matematika tanszékét. Három fiunk született, a két nagyobbik tornász, így kerültünk Kiskunhalasra. Tóth Péter edző úr nevét hallottuk valahogyan az interneten keresztül, mikor fiú edzőket kerestünk, felvettük vele a kapcsolatot, nagyon kedves volt, többször is jártunk már itt. Megengedi, hogy a fiúk bejöjjenek, edzenek, és ők nagyon élvezik, úgyhogy
Idén télen is, mikor hazajöttünk karácsonyra, az első dolgok egyike az volt, hogy felvettük Péterrel a kapcsolatot, és érdeklődtünk, hogy jöhetünk-e. Kedvesen visszafogadott, és hát most örömmel itt vagyunk. A fiúk nagyon várták már ezt a lehetőséget, mert ilyenkor ritkán jutnak tornateremhez, és itt magas színvonalon edzhetnek. Dávid 18, Dániel 15 esztendős. Tudásuk alapján akár magyar válogatottak is lehetnének. Nyertünk már mind a ketten állami szinten is versenyt, és hát ott abban a mi államunkban nincsenek annyira sokan, 150-en talán összesen, de általában szoktunk államon kívül is menni, Texasba, meg északra, Oklahomába, meg ide-oda több száz kilométerre, mert mi klubcsoportba csináljuk ezt, nem iskolán keresztül. Úgyhogy egy kicsit más, és sokat kell utaznunk, de nagyon élvezzük. Nagyon jó sport a torna. Mit szóltak ez a kiskunhalasi edzőteremhez? Mit tudtok egyáltalán itt gyakorolni? Hát itt minden szer megvan. Hát ez csak ide jöttünk azért, mert már egy hete nem voltunk edzésen mind a ketten. Úgyhogy itt csak tudunk ilyen alapvető köröket csinálni a lovon is, meg a nyújtón, meg a gyűrűn is, úgyhogy ez csak olyan, hogy ne rozsdásodjunk el. Dávid, te mit gyakorolsz? Mindent, amit tudok. Hát nem minden jön össze, mert igen, egy kicsit át kell állni, mert 7 órával kevesebb az idő ott, mint itt. De kicsit fáradtak vagyunk, de minden összejön, minden szer megvan. A Tóth Péter edző kiváló, úgyhogy nagyon örülünk, hogy megvan az a lehetőség, hogy itt edzhessünk. Átépítik a Halasi Kórházban a gyermek szakrendelőt. Emiatt ideiglenesen a kórház 10-es szintjére költöztetik fel a rendelések nagy részét. És a gyermek ügyelet is itt lesz. Várhatóan 2 hétig tartanak a munkálatok. Ne a megszokott helyre vigyék az orvosi vizsgálatra váró gyerekeket. A gyerek szakrendelések és a gyerekügyelet kiköltözött a Halasi Kórház szakrendelőjének épületéből. Ennek egy átépítés az oka. Az lesz a változás, hogy mivel az ambulanciákat le kell hozni az osztályról, és az új 4-es szinten a szakambulanciáknak nem készült rendelő, tehát kénytelenek vagyunk ezt bővíteni a váró terhére. Egy kicsit a régi ambulanciából elveszünk, és itt az előtérben, itt ahol most állunk, ezen a helyen lesz még egy rendelő, és itt lesz az ambuláns rendelő, és ott még maradnak a szakrendelők. A gyerekügyelet és a szakambulanciák az átépítés idejére felköltöznek a kórház főépületének 10-es szintjére, a korábbi gyermekosztály helyére. Fönt vagyunk a 10-es szinten, a régi gyerekosztályon, annak is a jobb oldalán, és itt az első kórteremben, ami régen kórterem volt, ide kerül majd az ügyelet. Mellette egyel visszább a előtér felé, oda pedig a szakambulanciák költöznek föl hétfőtől. Hát a gyerek kardiológia, pulmonológia, neurológia, gyereksebészet, diabetológia, föl sem tudom sorolni, hál' Istennek annyi szakmával rendelkező szakorvosunk van, gasztroenterológiát nem akarok senkit kihagyni belőle. Maga a városi ügyelet, házi orvosi ügyelet, gyerekorvosi ügyelet pedig itt lesz a jobb oldalon. Itt lesznek elhelyezve a személyzet és az ügyeletes orvosra a nővérrel átmeneti ideig. Várhatóan 2 hétig tartanak majd a gyermekrendelő átépítési munkálatai, ezt követően már újra a megszokott helyen fogadják a kisbetegeket és az ügyeletre érkezőket. Ám ezzel még nem érnek véget a Halasi Kórházban a költözések és átépítések, még nagyon sok feladat van hátra, felsorolni is nehéz a jövőben várható változásokat. Még jelentős változások előtt vagyunk, alig vagyunk a felén túl, ami eddig volt. Ide a 10-es szintre kerül majd a neurológia, de nyilván ahhoz át is kell építeni, tehát ezek a gyerekboxok neurológiai osztály létesítésére nem alkalmasak, tehát ezt is át kell építeni. Ahogy a neurológia följön, a 6-os szintre az invazív mátrix lesz, tehát a jobb oldalán lesz a szeptikus, a bal oldalán lesz a rövidápolás. Az 5-ös szinten végig a hosszú sterilápolás, egy fél szinttel megnövekszik, a 7-es szinten marad bal oldalon a kardiológia, jobb oldalon az általános bel. A gasztroenterológia is a 6-os szintnek a jobb oldaláról fölköltözik a 9-es szintnek a bal oldalára, 8-as, 9-es szinten pedig a reuma és a rehabilitáció lesz, és mint említettem, a 10-esen a neurológia. Tehát ez még hátra van. És amikor mindez megvan, akkor lesz az egész teljes.
Takács József vagy, ahogy sokan ismerik, Pumi lett az év vállalkozója. A Sóstó Csárda és Idegenforgalmi Kft. Vezetője a városi újévi operett gála keretében vehette át az elismerést a polgármestertől. Ezt a címet azok kaphatják, akik szakmájukban, vállalkozásukban kimagasló munkát végeznek, és ezzel a közjavát is szolgálják. A himnuszt követően Gyovai István polgármester foglalta össze a 2013-as esztendő legfontosabb történéseit. Szó volt a fejlesztésekről, felújításokról, a sokak életét érintő nagyberuházásokról, a város marketingről. A halasi csipke sikerei évről évre gyarakodnak, a csipkeház fejlesztésének elkészült tervei a következő pályázati lehetőséget várják a megvalósításhoz. Gyógyvízünk híre is egyre több vendéget vonz, a bővülő hazai versenyben csak a közeljövő jelentős fejlesztéseivel erősíthetjük lehetőségeinket. Az országos média egyre gyakrabban és bővebb tartalommal tudósít a halasi látványosságokról és eseményekről, melyet erősít, hogy városunk kulturális, civil és sport életének kiváló képviselői nemzetközi szinten is Kiskunhalas jó hírét keltik. A gála keretében került sor az év vállalkozója díj átadására. Ezt a megtisztelő címet azok kaphatják meg, akik aktív résztvevői a város életének. Szakterületükhöz, tevékenységükhöz kapcsolódóan a város gazdasági fejlődését előmozdították, hozzájárultak Kiskunhalas szellemi, anyagi gyarapodásához. Munkájuk, életük például állítható a város közössége elé. Idén Takács József vehette át a díszes oklevelet és a halasi csipkét. Takács József munkásságát Juhász Tibor méltatta. A hagyományokra építve erősítette a térség vendéglátó kultúrát a Sóstó Csárdában. A vendéglátós minőségét különböző helyi értékeket képviselő programokkal bővítette. A vidéki életmódhoz és a csárda adottságaihoz igazodó parkot, állattartó udvart, lovardát alakított ki, amely a családi szabadidős programok helyi és térségi célpontjává vált. A csárda általa szervezett gasztrokulturális rendezvények százas, később ezres nagyságrendű vendégsereget hoztak városunkban. Megszületett a Gulyás Fesztivál, a Pálinka és Bandérium Mustra, létrehoztak pünkösdi rendezvényeket, és megszervezte a gyermeknapi programot. A díjazott Takács József, a Sóstó Idegenforgalmi Kft. Vezetője elmondta, ahhoz, hogy itt állhasson, nagyon sok ember hozzájárult. Köszönöm édesanyámnak, édesapámnak, hogy elindítottak a vendéglátó szakma útján. Köszönöm a feleségemnek a támogatást. Köszönöm a Sóstó Csárda valamennyi dolgozójának, akik elhivatott munkájukkal hozzájárultak ehhez az elismeréshez. Külön köszönöm a Herceg Nóra, vezetőtársa munkáját, aki legalább annyit tett, ha nem többet, mint én a Sóstó Csárda sikerért. Szeretném hálámat kifejezni Farkas Attila kollégámnak, aki 25 éve minden nap biztosít támogatásáról. Köszönetet szeretnék mondani Juhász Tibornak, aki nem csak az üzleti életben, hanem barátként is mellettem áll. A díjátadó ünnepséget követően az újévi operett gála művészei szórakoztatták a közönséget a legismertebb operett részletekkel. Cáfolja az állatvédők állítását a telepet őrző kutya gazdája. Mint beszámoltunk róla, december 31-én egy kaukázusi kutya odarángatta a gazdáját egy kerítéshez. Az állat, mint kiderült, egy másik kutya miatt vadult meg. A kaukázusi feje beszorult a kerítés rácsba, a két kutya perceken át marcangolta egymást. A kaukázusin nem volt szájkosár, és a gazdája nem tudni miért, éppen az 53-as főút mellett sétáltatta a kutyáját, azon az oldalon, ahol egyébként még járda sincs. Ezek az 53-as főút mellett lévő Sala jármű szerviz biztonsági kamerájának felvételei. A telepet őrző kutya hosszasan ugatta az út mellett sétáló kaukázusit és gazdáját. A nagy testű állat a kerítéshez vonszolta az idős embert, amikor a rácshoz ért, eddig tisztázatlan módon átdugta a fejét a 15x15-ös rácson, és beszorult. A két kutya perceken át marcangolta egymást. Az állatvédők állítása szerint legalább egy óráig tartott, mire a kutyát kiszabadították, és addig senki sem állt meg segíteni.
Sala Árpád azt mondja, nem tartott az egész ilyen hosszú ideig. Én nem tartózkodtam itthon, de pár percen belül ide értem, és a kamera szerint 12 perc volt a teljes idő, amíg a két kutya itt harcolt egymással. A nagyobbik kutya nem tudott menekülni, mert beszorult a feje a kerítésbe, tehát ez már alapvetően nem igaz, ami elhangzott, hogy az én kutyám kiharapott az utcára, ezt nem tudja elkövetni. Az állatvédő képein jól látszódik, milyen súlyos sérüléseket szenvedett a beszorult fejű kutya. Bíró Brigitta az első között érkezett a helyszínre. Azt mondja, a holland férfi többször is hibázott, amikor a főút mellett sétáltatta kutyáját. Itt nálunk ugye most egy flakon víz volt, ami itt volt a helyszínen, és tökéletesen szétszette a két kutyát. Amire figyelni kéne, tehát itt a bácsinak is kellett volna szájkosárral vinni a nagy testű kutyáját, ugye ami törvényi szabályozás szerint is így kellene, hogy történjen, viszont ugye itt az út mentén történt ez, tehát azért arra figyeljünk, hogy olyan testalkatú és vérmérsékletű kutyát válasszunk magunknak, amivel ilyen esetben, tehát hogyha két kutya összeharcol, összeharap, akkor vissza tudjuk tartani a saját kutyánkat. Tehát ez az ember, akinek a kutyájával történt ez az ügy, elismeri ezt a fajta felelősségét? Ő elismeri, és ő rettentően bocsánatot kért, miközben itt vérzett a szerencsétlen kutya, ő még mindig azzal foglalkozott, hogy milyen kárt okozott a kutyája, pontosabban ez a fajta viselkedés, amit a két kutya produkált. Ő elismeri, tehát ezt egy percig sem vitatja, viszont ennek nem így kellett volna történnie. Tehát itt a telepőrző kutyának is máshogy kellett volna viselkednie. Sala Árpád állata is orvosi ellátásra szorul. Ugyanolyan sérülése van a mi kutyánknak is, 3 napon keresztül feküdt, étlen szomjan, most már kezd helyre jönni. De ő csak a saját területét védte, 1 centit nem ment ki a kerítés vonalán kívülre. Van ebben az esetben bárki irányába vagy irányából bármilyen kártérítési gondolat? Gondolom, hogy lehetne, de nincs. Nincs ilyen igényünk. Tavaszias időjárás januárban. Az elmúlt napokban Kiskunhalason is jóval melegebb volt az ilyenkor megszokottnál. A szakemberek szerint bár az emberek most sokat tudnak spórolni a fűtésszámlán, a mezőgazdaság komoly veszélynek van kitéve. Van olyan kis kert, ahol már elkezdtek rügyezni a gyümölcsfák, így komoly esély van arra, hogy egy hirtelen jött lehűlés kárt tesz a növényekben. Ott hagyjuk a szalmát, beledolgozunk a talajba, 30-40% tápanyag ott marad a földbe. A második Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola meteorológiai mérőállomásánál mondta el a szokatlanul meleg januári időjárással kapcsolatos észrevételeit Jenizse László nyugdíjas pedagógus. A mezőgazdasági szakember szerint térségünkben nagy szükség lenne már csapadékra. Félő, hogy ha a mostani kellemes időjárást hirtelen lehűlés követi, komoly károk érik a termelőket. Szabadtartásos állatoknál ugye kevesebb takarmánnyal tudnak áttelelni az állatok, jó kondiba vannak, ugyanúgy még a vadászok is ugye örülhetnek, ugye nem kell téli etetést fogamosítani nekik, hanem ugye az állatok jó kondiba tudnak áttelelni, de hogyha ez mondjuk a tavasz időszakban jön, sok növény már azt lehet mondani most is elindult fejlődésnek. Ez nem jó jel, hogyha növények ugye elindulnak fejlődésbe, és utána pedig jön egy hideg, akkor az ugye megsínyli. Nem csak a növények, az emberek is örülnek a januári napfénynek. Volt, aki napközben a tavaszias idő hatására kerékpárra ült, és körbekerekezte a várost. Én örülök, én nagyon szeretem ezt az időt, mert kint lakunk a Sorstónál, és ottan elég nehéz bejárni, ahol van. Azért jöttem el, hogy egyet kerékpározzak ebben jó időben, mert azért jól esik egy kis mozgás. Igazolás, tápvész, kérés, pár. Dr. Bús Imre rendelőjében egymásnak adják a kilincset a betegek. A házi orvos azt mondja, az ilyen átlagostól melegebb időjárás nagyban kedvez a különféle betegségek elterjedésének. Rettentően kedvez, felső légúti hurtakamk olyan plusz-minuszos, éppen, hogy csak plusz van reggel, és nappal meg jelentősen magasabb hőmérséklet van, és nagyon nehéz követni ruházattal is az ilyenkor. Ugye leizzad, fázik, csak 5 percre megyek ki, éppen csak beszélek valakivel, és az elhúzódik, és átfáznak az emberek. Az utóbbi időben rettentően megszaporodtak a tromboembóliás események. Számos tüdőembóliát hallottunk, hogy kezeltek a kórházba, mélyvénás trombózisok. Ezek mind rontó tényezők. A január elejé tavaszias időjárás sokaknak örömet okoz, hiszen a meleg miatt kevesebbet kell fűteni a lakásokban. Nekünk nagyon kedvez, mert kevesebb a gáz elhasználás, nagyon szép, örülünk neki.
Mennyit lehet spórolni? Most mennyivel kell kevesebbet fűteni nagyságrendileg? Hát nem számítottam ki, de lehet. Lehet, ahol nincs kisgyerek, ott lehet. A legtöbb kültéri növényhez hasonlóan ez a kis virághagyma is élvezi a szokatlanul kellemes január elejé időjárást. Ma a vízkereszt napján felvételünk idejében a déli órákban 14 Celsius fokot mutattak a kiskunhalasi hőmérők. Fél évvel az első panaszok után sincs még megoldás. Tavaly nyár óta háborognak a hangos csatorna fedlapok miatt a Széchenyi utca lakói. Bár több alkalommal is dolgoztak már a fedlapok megfelelő rögzítésén, ez idáig egyetlen próbálkozás sem járt sikerrel. Most a remények szerint a szakemberek egy új, minden eddiginél biztosabbnak tűnő tervvel próbálnak javítani a sokakat bosszantó helyzeten. Ezek a felvételek 2013 nyarán készültek. A Széchenyi utca lakóit szinte már az őrületbe kergette az autóktól elmozduló csatorna fedelek hangja. A szakemberek több ötlettel is előálltak, ám ezek nem hoztak hosszú távú megoldást, így a lakosság tovább bosszankodott. A csatornákat szintbe helyezték, és a szintbehelyezést követően a remegések azok csökkentek, nem szűntek meg, de csökkentek valóban, viszont a hanghatások nem szűntek. És a szintbehelyezést követően ugyanúgy a csatorna fedlapoknak a tömítés gyűrűjét, azokat a gumigyűrűket cserélgették, ettől függetlenül ugyanúgy megmaradtak a hanghatások. Ezeket a képsorokat ma délelőtt készítettük, most fél évvel az első lakossági jelzések után sincs megoldás. Egyszer már próbálták cserélni mindet, gyakorlatilag ez sem érte el a célját, és mai nap volt egy műszaki bejárás, illetve tárgyalás a kivitelezővel, ahol azt mondták, hogy mivel a jelen pillanatban az időjárás, illetve a megrendelés hiánya miatt aszfaltkeverő nem működik, de elképzelhető, hogy rövid időn belül elindul a közelben egy vagy két aszfaltkeverő, akkor abban a pillanatban ők megrendelik az anyagot, és ki fogják javítani. Reméljük most már olyan technológiával, ami bírni fogja a kiképzést. Halász Balázs önkormányzati képviselő már többször is felszólalt a témával kapcsolatban a testületi üléseken. Bízik benne, hogy az elkövetkező hetekben végre sikerül megfelelően rögzíteni a fedlapokat. Én azt gondolom, hogy nekik is megjár az a nyugalom, mint a többi lakónak. Tehát bosszantó az, hogy már hanyatszor csinálják, és nem tudják egyszerűen úgy megjavítani, hogy ez ne okozzon kellemetlenséget az itt élőknek. Én azt mondom, hogy eddig sikerült szintre hozni, de most viszont valamilyen műszaki okból a csatorna fedlap, illetve az oda rögzítése, ez nem történt meg kellő módon. Új évet indítunk, remélem, hogy ez így fog kezdődni, hogy új módszerrel és új technológiával egy tarthatós és egy nagy forgalmat elbíró aknafedők kerülnek ide lehelyezésre. A víziközmű társulás vezetője azt mondja, reményei szerint néhány héten belül végleges megoldás születik a sokakat bosszantó problémára. A városban több helyen vannak problémák az aknákkal, és megbeszéltük a kivitelező képviselőjével, hogy azokat is végigjárjuk, és ha kell, akkor kijavítják mindig. Új táblák, színes felfestés az útburkolatra, jelzőlámpa vagy körforgalom. A Batthyány és az 53-as főút kereszteződésébe bármelyik megoldást el tudják képzelni azok, akik szerint a város egyik legveszélyesebb csomópontjáról van szó. A hétfőn történt baleset ismét beszédtémát szolgáltatott a halasiaknak. Vajon tényleg annyira veszélyes a Batthyány utca és az 53-as főút kereszteződése, mint ahogy azt mondják? Ha igen, lehet-e csökkenteni a baleset veszélyt? A hétfői karambol, amelynek során egy meg nem adott elsőbség miatt ütközött egy BMW és egy autóbusz, ismét a figyelem középpontjába állította a csomópontot. Zsivánovics István évtizedek óta oktatja a járművezetőket, azt mondja, van veszélyforrás. Hogyha innen a Batthyány utca felül érkezve, ha végignéz a tekintetet és nincs helyismerete valakinek, akkor a gesztenyesor végigviszi a tekintetet egész fel a főjáró tetejéig. Ha nincs keresztirányú forgalom, és ott nem tűnik fel valami nagyobb sebesség érkező jármű, akkor sajnos előfordul, hogy valaki elnézi az elsőbbségadás kötelező táblát, és akkor behajt megállásig a kereszteződésbe, mint a hétfő eset is. Ugye azt hiszem, így történt az eset. Annyit kellene csinálni, hogy vannak ugye olyan közúti jelzések, amik talán kicsit korábban fölhívhatnák. Például ezt a stop táblát, ezt meg lehetne egy előjelző táblával megerősíteni, mondjuk egy 30-40-50 méterre, plusz létezik olyan útburkolati jel már, hogy a sávra merőleges sárga vonalakat festve egyre kisebb távközökkel fölhívni a figyelmet egy veszélyes hely felé közeledve.
A közlekedési szakember szerint akár körforgalom is létesülhetne más egyéb megoldások mellett. Vili Gábor a körzet képviselője. Vele autóztunk ma délelőtt a kérdéses kereszteződés felé. Számtalan baleset történt már a közel 20 év alatt, és volt már több próbálkozás arra, hogy valamilyen megoldás szülessen arra, hogy valamilyen irány, rendőrlámpát elhelyezni, de eddig még nem sikerült, pedig már volt halálos baleset is itt. A városatya azt mondja, Kiskóhalas kevés a probléma megoldásához. A közútkezelő nélkül mozdulni sem lehet. Telefonáltunk hát az illetékeseknek. Nézzük meg közösen a forgalmi baleseti helyzetet. Nagyjából a mi tudomásunk szerint erről van szó. Egy helyszíni szemlére mindenképpen javasolnám bevonni a helyi rendőrséget is, akár a megyei rendőrséget is. A főút az megyei hatáskörbe tartozik. A várossal együtt egy helyszíni szemlét tartani, megvizsgálni a helyzetet, megvizsgálni a beavatkozási lehetőségeket, de nem biztos, hogy a körforgalommal vagy a jelzőlámpával kellene kezdeni. Lehet, hogy kisebb költségű és hatékony beavatkozásokat lehetne csinálni. És hogy miként látják ezt az egyszerű közlekedők és közelben lakók? Igen, csak veszélyesnek tartom. Valamelyik nap is volt itt egy baleset, láttam. Előtte nem olyan sokkal volt szintén, és látom, hogy a stop táblán nem igazán szoktak megállni az autósok. Hogy kerékpára, hogyha jövök, azért engem el szoktak engedni, de látom, hogy azért nem állnak meg a stop táblánál. Mi lenne a megoldás ön szerint ebben a kereszteződésben, ami segítene ezen? Hát talán egy fekvőrendőr. Ide valami, vagy valami figyelem fölhívó, mert ott a stop tábla is igencsak takarja a stop táblát a fa például. Nagyon veszélyes. Én itt lakom néhány házzal már épp. Sok baleset történik. Megoldás. Óvatosabban kell közlekedni, és figyelmesebben, hogy elmondom. Eltűntek az olvasnivalók a polcokról, megszűnt Halas egyik legnagyobb múlttal rendelkező könyvesboltja. Évek óta csökkent a forgalom a Kossuth utcai üzletben, ezért hagynak fel ezzel a tevékenységgel. A főtérnél lévő két könyvesboltban nem panaszkodnak. Úgy érzik, a válság ellenére még olvasnak a halasiak, és szeretik a könyveket. Üresek a könyvespolcok, bezár Halas legnagyobb múlttal rendelkező könyvesboltja. A Kossuth utcai üzletbe lépve sokan elcsodálkoznak a könyvek hiányán. Meg vagyok lepődve. Hát, mindig könyvek voltak itten. Mióta tudom, megvan ez a bolt. Az üzletben évek óta egyre kisebb volt az érdeklődés az olvasmányok iránt, ezért döntöttek a részleg megszüntetése mellett. Az utóbbi esztendőkben is már csak a hagyomány miatt tartottak könyveket. 80-as évek elején nyitotta a helyi áfész még akkor ezt az üzletet, és egy szép nagy 200 négyzetméteres üzlet, több mint 100 négyzetméteres eladótér, ez teljesen könyvesboltként működött. 5 éve ezelőtt vettük át a könyvnek az értékesítését is az előző üzemeltetőtől. Gyakorlatilag amióta átvettük, folyamatosan csökkent a forgalom. Átlagosan mondhatom azt, hogy évente egy 20%-kal minden évben, tehát gyakorlatilag az akkori forgalomnak a harmadára csökkent mostanra a tavaly év őszére a forgalom, és már gyakorlatilag egy évvel korábban is gondolkodtam, hogy nem biztos, hogy megéri üzemeltetni, de mostanra eljutottunk odáig, hogy valóban nincs már tovább értelme. A könyvek helye azért nem marad üresen. A cég a többi szolgáltatását fejleszti, és új környezetet alakít ki ezen az üzletrészen. Anyagi helyzetük miatt sokan a könyveken spórolnak, de azért nem szűnt meg az érdeklődés az olvasnivalók iránt. Szoktam azért havi rendszerességgel irodalmi könyveket, történelmi könyveket, ilyesmiket. A belváros könyvesboltjaiban nem panaszkodnak. Az üzletvezetők úgy érzik, még mindig szeretnek olvasni a halasiak. Ahogy megjelent a Nobel-díjas írónőnek, hogy ki lett a Nobel-díjas írónő, abban a pillanatban jöttek, keresték a könyveit.
A kereskedők tapasztalatai szerint főként az újdonságokat keresik a vevők, bár mostanában fellendülőben vannak a versek és a klasszikus művek is. Ünnepek után is azért van kereslet valamilyen szinten, igen, csak cserélni szokták a könyveket, akik már kapnak olyant, amelyik megvan. Fiatalok azok, akik ilyenkor év elején vásárolnak, keresik az újdonságokat. Keresik a klasszikusokat, ami most megint érdekes, mert a szép irodalom, a világirodalom az, amelyik, és a történelmi jellegű könyvek, amik a közép vagy az idősebb korosztály számára keresett most. Ebben a másik belvárosi könyvesboltban is hasonlóak a tapasztalatok. Azt különösen jónak tartják, hogy fogynak a gyermekkönyvek, mert ez azt jelzi, hogy az internet világában a szülők azért fontosnak tartják, hogy a kicsik megismerjék és megszeressék a könyvek világát. Megyeget. Tehát visszegetik, hál' Istennek, az emberek a könyveket. Ha nem talál olyat, amit szeretne, akkor utalványt visz. És én nem panaszkodhatom a forgalomra ahhoz képest, hogy milyen válság van.